Látogatási tilalom van mától a Fejér megyei Szent György kórházban. A betegek részére a hozzátartozók két helyen adhatnak le csomagot, a pszichiátriai osztály portáján, vagy pedig a mögöttem látható úgynevezett sorompós portán. Az intézkedésre a kórházban ápolt betegek védelmében volt szükség, hiszen az influenza figyelő szolgálat legutóbbi jelentése alapján Fejér megyében a megbetegedések száma elérte a járványos küszöbérték közel háromszorosát. Az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a gyermekek és a fiatal felnőttek körében emelkedett. A betegek több mint egyharmadát a fiatal felnőttek köréből jelentették. Ráadásul a vizsgálatok kimutatták az influenza A vírus jelenlétét is Fejér megyében. A megbetegedések nagy száma miatt a Fejér megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a megye valamennyi fekvő betegellátást nyújtó intézményében látogatási tilalmat rendelt el, így a fehérvári Szent György kórházban sem lehet január 18-án péntektől látogatni a betegeket. A hozzátartozók két helyen, a pszichiátriai osztály portáján, valamint az úgynevezett sorompós portán adhatnak le csomagot. Fontos azonban, hogy ezekbe a csomagokban ne tegyünk romlandó élelmiszert és értékeket, valamint az is, hogy pontosan címkézzük fel, kinek szánjuk.